Mária Terézia. A Habsburg uralkodó nő megítélése országonként nagyon változó. Hol tisztelték, hol szerették, hol közömbös volt, de voltak olyanok is szép számmal, akik rendkívül gyűlölték őt. A császárnő visszhangja pedig még napjainkban is jelen van. Gondoljunk csak a Madé falvi megemlékezésre, vagy éppenséggel a volt Petőfi laktanya átnevezésére. Ahhoz azonban kétség sem fér, hogy az egyik leghatalmasabb uralkodó nőként vonult be a történelembe. Miközben reformokat hajtott végre, modernizálta, irányította a birodalmát, összesen 16 gyermeket hozott a világra. 11 lányt és 5 fiú gyermeket. Míg a fiúkat arra nevelték, hogy uralkodókká váljanak, addig a lányokat arra tanították, hogy legyenek jó társak és engedelmes feleségek. Ugyanakkor ez nem mindig jött össze. Mária Teréziáról már több videót is készítettem, viszont többen kértétek, hogy az összes gyermekéről is készüljön egy átfogó anyag. Úgyhogy a mostani videó alkalmával időrendben átvesszük Mária Terézia fiait és lányait. Itt a Sötét Múlt csatornán. Egy kicsit ugranék az időben, és most nem szeretnék beszélni Mária Terézia születéséről, gyerekkoráról, neveltetéséről, megkoronázásáról, vagy éppenséggel a pragmatika szankcióról. Vegyük fel inkább a fonalat 1736. február 12-én. Ez volt az az év, amikor is Mária Terézia feleségül ment a lotaringiai Ferenc Istvánhoz. Gyerekkoruktól kezdve ismerték egymást, és a rengeteg írás számol be arról, hogy a házasságuk nem csupán érdekházasság volt, hanem bizony valóban szerelmesek is voltak egymásba. Ami, valljuk be, elég szokatlan volt akkoriban. A házasság után a felek elég komolyan ráfeküdtek az utódlás kérdésére. Most pedig lássuk sorban a gyerekeket születési időrendben. Mária Erzsébet Amália, az elsőszülött lány 1737-ben látta meg a napvilágot. A kislány születése semmiféle ünnepséggel sem járt. A szülők rendkívül csalódottak voltak, hogy nem fiú trónörökös született. A nagyapa, 6. Károly német-római császár ugyanakkor imádta az unokáját. A feljegyzésekben is csak Liznek becézte őt. Történt azonban egy napon, hogy a 3 éves Mária Erzsébet rosszul létre panaszkodott. Fejfájásra és gyomorpanaszokra. Estére pedig be is lázasodott. Édesanyja egész este az ágya mellett ült és vigyázott rá. Hajnaltájban Ferenc is meglátogatta feleségét és kislányát a szobájában. Édesapja érkeztére a kis Mária Erzsébet felült az ágyon, apjára nézett és a következőket mondta. Istenem, most átadom magam neked. Majd visszafeküdt az ágyba és örökre elaludt. ...1738-ban született Mária Anna, vagy ismertebb nevén Marianna. A szülők több szempontból is csalódottak voltak. Elsősorban azért, mivel ismét nem fiú trónörökös született. A kis Anna továbbá nagyon gyenge volt testileg, járni is csak jóval később tanult meg. Törékenysége miatt rengeteget betegeskedett. Mindezek miatt sosem kapta meg a kellő gyermekkori gondoskodást. Még az anyjától sem. Amikor Anna egy kicsivel idősebb lett, kiderült róla, hogy valójában nagyon intelligens. Jó érzéke volt a zenéhez és a különböző hangszerekhez. Édesapja idővel kezdte megkedvelni őt, mivel Anna is érdeklődés mutatott a tudomány különböző ágazatai iránt. 19 évesen azonban tüdőgyulladást kapott. Olyan beteg lett, és olyan közel került a halálhoz, hogy már papot hívtak hozzá, és megkapta az utolsó kenetet is. Csodával határos módon azonban túlélte a betegséget. Viszont tüdeje véglegesen károsodott, légzése nehéz lett, gerincoszlopa jelentősen elferdült, és még egy dudor is keletkezett a hátán. 27 éves korában, amikor a család úton volt Péter Lipót herceg esküvőjére,
megállt a Klagenfurtban egy gyönyörű kolostornál. Ez a kolostor nagyon felkeltette Anna érdeklődését, és elkezdett érdeklődni az ottani élet iránt. Amikor édesapja, lotaringiai Ferenc István meghalt, Anna mély depresszióba esett. Továbbá férjet se találtak neki. Ezért édesanyja, Mária Terézia, a prágai királyi hölgyek kolostorának fő apátsági pozícióját ajánlotta fel számára. Lánya ezt a tisztséget azonban nem fogadta el, hanem inkább elment a Klagenfurti kolostorba, hogy apáca legyen. Édesanyja ezt a döntést rendkívül ellenezte, és kapcsolatuk nagyon megromlott. Marianna nem volt túlságosan népszerű a magas társadalmi körökben, mivel olyan dolgok kötötték le a figyelmét, amikről úgy tartották akkoriban, hogy azok nem méltóak a női nemhez. Plusz ott volt még a kinézete is, ami nagyon megnehezítette a palotai életét. Szóval nagyon sokan támogatták, hogy elhagyja a királyi udvart. Amikor Mária Terézia meghalt 1780-ban, Mária Anna rendkívül bőkezően támogatta a Klagenfurti kolostort. Az épületet teljesen felújították, kibővítették. Marianna az idő folyamán rengeteg barátra tett szert. Voltak köztük nemesek, tudósok, szerzetesek, sőt még művészek is. Összességében elégedett volt az ottani életével, míg nem 51 éves korára egészsége drasztikusan leromlott. Majd végül 1789-ben elhunyt. Teljes királyi örökségét végül a kolostorra hagyta. Mária Karolina Ernestina születését nagyfokú várakozás előzte meg. Mária Terézia és Lotaringiai Ferenc nagyon várták, hogy végre fiú utód szülessen. A császári udvar harmadszorra is csalódott. Állítólag Ferenc még újszülött gyermekét se vette a kezébe, hanem inkább elment helyette vadászni. Mária Karolina alig múlt egy éves, amikor az egyik este folyamán heves görcsöt fogták el, és néhány óra leforgása alatt eltávozott az élők sorából. A palota orvosai értetlenül és tétlenül álltak az esemény mögött. Nem tudtak a kisgyermeken segíteni, és meg sem tudták mondani a halál okát. Ma azonban úgy vélik a történészek, hogy valószínűleg tetániában halt meg, ami a rendkívül nagy kálcium hiány következménye. József Benedek, vagy más néven II. József kalapos király. 1741-ben megszületését nagy örömmel fogadták, és hatalmas ünneplést rendeztek a tiszteletére. Még annak ellenére is, hogy éppen zajlott az osztrák örökösödési háború. Az ifjú trónörökös megszületése után pár hónappal Mária Terézia Pozsonyban látogatott Józseffel, hogy segítséget kérjen. A királynő nagyon jól tudta, hogy trónját csak a magyar rendek segítségével tudja megvédeni. És tisztában volt azzal is, hogy az egész Habsburg birodalom reformokra szorul. Emiatt a birodalom felbomlása, széthullása nagyon is benne volt a pakliban. Mária Terézia drámai hatás kedvéért beszéde alatt gyászruhát viselt, és a csecsemő II. Józseffel a karján állt ki az emberek elé. A legenda szerint még bele is csípett a kisdedbe, hogy a sírva fakadjon. Így próbált még nagyobb nyomást gyakorolni a magyar rendekre. Az uralkodó nő beszéde sikeres volt, és ekkor hangzott el a híres életünket és vérünket felkiáltás. Bár sokan úgy tartják, hogy a teljes mondat a következőképpen hangzott. Életünket és vérünket, de az abunkat nem. József egyébként egy okos, felvilágosult fiatalember volt, aki szó szerint falta a francia író Voltaire műveit. Ezek mellett nemzetközi politikai képzésben is részesült, amiben anyjának sohasem volt része. Mária Terézia nagy riválisa, vagyis II. Frigyes porosz királyra pedig példaképként tekintett. 19 évesen a parmai Izabella hercegnővel kötött házasságot. Izabella azonban inkább vonzódott József lánytestvéréhez, Mária Krisztinához. Éppen ezért rengeteg írás számol be arról, hogy ők ketten bizony szeretők voltak. Izabella egyébként folyamatos félelemben élt. Rettegett a gondolattól, hogy ha terhes lesz,
akkor szülés közben fog meghalni, csak úgy, mint az édesanyja. Éppen ezért nagyon gyakran kerülte férje közeledését. Józsefnek és Izabellának végül egyetlen egy gyermeke született. Egy lány, akit Mária Terézia után neveztek el. Izabella a szülés után mély depresszióba esett. Fokozta a helyzetet, hogy ezután két vetélés is következett. A vetélések után azonban újra teherbe esett. De a terhesség ideje alatt elkapta a himlőt, és gyermekét is koraszülöttként hozta a világra. Ennek következtében a kisgyermek pár nap után el is hunyt. Majd körülbelül egy héttel rá Izabella is követte őt a halálba. József teljesen összetört. Elhatározta, hogy nem fog újra megnősülni. Ehelyett minden figyelmét csak is kislányára fogja fordítani. 1765-ben Lotaringiai Ferenc halálával József Benedek császárrá vált. Mária Terézia pedig társuralkodóként volt jelen. Rengeteg kérdésben nem értettek egyet, folyamatosan csatáztak egymással. József reformokat sürgetett, de a végső szót mindig Mária Terézia mondta ki. József törekvéseit rendszerint lesöpörték az asztalról. Éppen ezért a fiatal uralkodó úgy érezte, hogy teljesen el van nyomva, hogy ő csak egyfajta kirakat ember, és gyakran fenyegetőzött azzal, hogy lemond. 1769-ben találkozott anyja nagy riválisával és saját példaképével, II. Frigyes porosz királlyal. A két uralkodó jól kijött egymással. Sőt, tárgyalásokat is kezdtek folytatni Lengyelország felosztásáról. Politikai nyomás hatására József házasságot kötött a bajorországi Mária Józefa kisasszonnyal. József tisztelte feleségét, de rendkívül hidegen bánt vele. Kerülte őt, amennyire csak lehetett. Boldogtalan házasságuk második évében Mária Józefa elkapta a himlőt. Nem épült fel belőle. József pedig meg sem látogatta feleségét a halálos ágyán. Bár később megbánta az érzéketlenségét. Ezután József sosem házasodott meg újra. Pár évvel később egyetlen túlélő lánygyermeke, Mária Terézia is meghalt, 7 évesen. Az uralkodót ez teljesen megrázta, és sosem épül fel belőle teljesen. 1777-ben József meglátogatta kis testvérét, Mária Antóniát, aki akkor már Franciaország királynője volt. A látogatás alkalmával több órán át beszélgetett 16. Lajossal is. A beszélgetés után József megjósolta, hogy Franciaországban hamarosan egy forradalom fog kitörni. 1780-ban Mária Terézia meghalt, és így Józsefre szállt a tényleges hatalom. Igazságos uralkodónak akarta mutatni magát népe számára, és boldoggá akarta tenni a saját népét. Viszont szigorúan csak saját elképzelései szerint. Ezek az elképzelések pedig nem mindig voltak összhangban a valósággal. József az élet minden egyes szegmensével beleavatkozott, és nem törődött a társadalmi rétegekkel sem. A legnagyobb ellenállás Magyarországon történt. A német nyelv bevezetése óriási felháborodás váltott ki a nemességből. A Szent Korona Bécsbe való átszállítása pedig még inkább olaj volt a tűzre. A felvilágosult uralkodó azonban soha nem koronáztatta meg magát a Szent Koronával, ezért is érdemelte ki a magyar alattvalóitól a kalapos király új nevet. Továbbá támadást indított a vármegye rendszer ellen, amely a rendelkezések végrehajtásáért volt felelős. A hagyományos közigazgatás lerombolása hatalmas felháborodást, zúgolódás váltott ki a magyar nemesség körében. A király intézkedések ellen rengetegen és nagyon sokféleképpen felléptek. Az első népszámlálást például szabályszerűen bojkottálták. A biztosokat inzultálták és dokumentumokat semmisítettek meg. A rendek tiltakoztak a kötelező sorozás és a háborús rendelkezések ellen. És akkor még ott volt a harmadik és egyben utolsó nagy sváb betelepítési hullám. A 46 éves második József nem csak harcokat veszített, hanem rengeteg támogatót is. Tulajdonképpen mindenki elfordult tőle. Ezután József Bécsbe hívatta testvérét Lipótot, hogy a birodalom sorsáról tárgyaljanak. Felajánlotta számára egy társuralkodói pozíciót, amit Lipót visszautasított.
végül József felismerte, hogy az elképzelései nagyon nem működnek, és hogy a birodalom az összeomlás szélén van. Emiatt pedig kénytelen volt reformjainak a nagy részét visszavonni. 1790-ben, 48 éves korában halt meg. Sírfeliratán pedig a következő szöveg olvasható. Itt nyugszik második József, aki minden intézkedésében kudarcot vallott. Mária Krisztina rendkívül gyönyörű és intelligens volt. Továbbá nagyon jó nyelvérzékkel is rendelkezett. Anyanyelvi szinten beszélt olaszul, franciául és angolul. A családon belül csak Miminek becézték őt, és Mária Terézia kedvenc lánygyermeke volt. A testvérek ezért állandóan cikizték őt. Mimi boldog és gondtalan gyermekévekkel rendelkezett, semmiből sem szenvedett hiányt. Rajongott a zenéért és a művészetért. Csak úgy, mint testvére, második József felesége, Parmai Izabella. Ennek köszönhetően nagyon gyorsan egymásra találtak, és egy különleges kapcsolat alakult ki kettőjük között. Mint ahogy azt már korábban említettem, majdnem minden írás arról számol be, hogy kettőjük között bizony szerelmi viszony volt. Amikor Parmai Izabella elhunyt, Mimi mély gyászba zuhant. Ekkor jött a képbe Albert Kázmér, szásztenseni herceg. Albert már nagyon régóta ismerte Mimit és Izabellát. Sőt, többször is találkozgattak ők hármasban. Izabella halála után Albert többször is meglátogatta Mimit a bécsi udvarban. A kapcsolatukból végül szerelem lett. Albert feleségül akarta venni Mimit, de attól tartott, hogy Mária Terézia nem fogja az áldását adni. De Mimi sikeresen meggyőzte édesanyját, hogy engedélyezze a házasságot. Így hát szabad volt az út, egybe keltek. Plusz Mária Terézia gondoskodott arról, hogy semmiben se szenvedjenek hiányt. Földbirtokokat, rangokat és még egy hatalmas kastélyt is kaptak Pozsonyban. Az esküvő semmiféleképpen sem volt egy hagyományos esküvő. A ceremónia előtt nem sokkal Lotaringiai Ferenc elhunyt. Éppen ezért a vendégek mindannyian fekete ruhát viseltek. Egyedül csak Mimi lehetett fehér színű ruhában. Albert pedig katonai egyenruhát viselt. Az esküvő után nem sokkal Mimi teherbe esett. De a baba röviddel a születés után meghalt. Mimi gyermekágyi lázba esett, közben pedig Albert is elkapta a himlőt. Mind a ketten sikeresen felépültek, bár Miminek soha többé nem lehetett már gyereke. Ennek ellenére a pár egy nagyon boldog házasságban élt, és pompás partikat rendeztek. Gyakran látogatták a bécsi királyi udvart, és rengeteget utaztak. Az idők folyamán Mimit és Albertet kormányzókká nevezték ki az osztrák-német alföldön. 1780-ban Mária Terézia meghalt, így Mimi testvére második József vette át a hatalmat. József rendkívül féltékeny és dühös is volt Mimire. Legfőképpen azért, mivel ő volt a kedvenc gyermek, és neki mindig mindent lehetett. József jelentősen lecsökkentette Mimi és Albert bevételét, és kényszerítette őket arra, hogy az általa kigondolt reformokat mindenképpen vezessék be az osztrák-német alföldön. Felhívták József figyelmét, hogy nem biztos, hogy erőltetni kéne ezeket a reformokat az osztrák-német alföldön. De József ezeket a mondatokat csak elengedte a füle mellett. Végül a reformok erőszakos megmozdulásokhoz vezettek, az emberek pedig Mimi és Albert lakhelyeit feldúlták vagy felégették. A folyamatos és egyre erőszakosabb fellépések miatt a pár végül visszaköltözött a bécsi királyi udvarba. Mimi próbálta Józsefet lebeszélni a reformokról, de nem járt sikerrel. 1790-ben második József császár meghalt, aki rengeteg reformot visszavont halála előtt. Így Mimi és Albert nyugodtan visszatérhetett az osztrák-német alföldre. A visszatérés előtt Mimi meggyőzte testvérét második Lipótot, hogy hadd fogadja örökbe legfiatalabb fiát, Károly Lajost, hogy ezáltal biztosítva legyen az utódlás kérdése. Lipót beleegyezett. 1792-ben a franciaországi forradalom elérte az osztrák-német alföldet is.
Miminek, Albertnek és Károlynak menekülniük kellett. Újra Bécsbe tértek vissza, ahol életük hátra lévő részét töltötték. Bécsben, a Hofburg császári palota szomszédságában megvették az Albertina palotát. 1793-ban, amikor a forradalmárok Mária Antóniát nyaktiló alá küldték, Mária Krisztina a következőket mondta. A hugomnak nem oda kellett volna beházasodnia. Mimi életének az utolsó éveiben rengeteget betegeskedett. Végül, hastifusz következtében 56 évesen elhunyt. Férje, Albert Kázmér, 83 évesen tért örök nyugalomra. Mária Erzsébetnek ugyanazt a nevet adták, mint a nagyon fiatalon elhunyt legelső gyermeküknek. Erzsébet volt a legszebb lánygyermek mindközül, és ezzel mindenki tisztában volt. Ugyanakkor semmiben sem volt kiemelkedő. Nem jeleskedett az oktatásban, és mindenből csak a minimális szintet teljesítette. Továbbá semmilyen sem mutatott különösebb érdeklődést. Mária Terézia így inkább a lány szépségét használta ki. Sőt, úgy nyilatkozott lányáról, hogy ő a legdrágább árucikk a királyi udvarban. Éppen ezért a lehető legmagasabb, legbefolyásosabb rangú partnert keresték a számára. Legelőször harmadik Károly spanyol király volt a tervezett bőlegény, de a tárgyalások megszakadtak. Ezután felvetődött a lehetőség, hogy talán második Szaniszló lengyel király lehetne az ideális jelölt. Ez azonban második Katalin orosz szárnőnek nem igazán tetszett. Nagyon sokáig ment a húzavona, és Erzsébet már a 24. életévé taposta, amikor is még mindig nem volt férnél. Nagyon sokan úgy tartották akkoriban, hogy ennyi idősen már úgysem fog elkelni. Időközben 15. Lajos francia király elvesztette feleségét. Az eredeti terv az volt akkoriban, hogy 15. Lajos feleségül veszi Mária Erzsébetet. Egy nagy hatalom királynéjává válhatott volna az osztrák-francia szövetség zálogává. Azonban néhány nappal az eskő előtt Erzsébet elkapta a himlőt. A lány igaz túlélte a kort, de a hegek örökre elcsúfították az arcát. A legendás szépsége végleg oda lett. Ezután 15. Lajos pedig már nem is akarta őt feleségül venni. A nagy francia-osztrák szövetség végül 16. Lajos és Mária Antónia házasságával jött létre. De erről majd egy kicsit később. Mária Terézia 1780-ban megkövetkezett halála után II. József uralkodó megparancsolta Mária Erzsébetnek, hogy azonnali hatállyal hagyja el a királyi udvart, és vonuljon be ő is apácának, csak úgy, mint nővére, Mária Anna Józefa. József csak azzal indokolta döntését, hogy elege lett a palotán belüli női köztársaságból. Erzsébet elhagyta a palotát, és Innsbruckba utazott, ahol egy főapátnői tisztséget töltött be. Ezt a címet egyébként még édesanyja, Mária Terézia adományozta neki a halála előtt. Erzsébet életstílusa azonban nem nagyon hasonlított az ottani szerzetesi életformához. Az intézmény magas státuszt, szabadságot, személyes juttatást és egy nemesi hölgynek megjáró ellátást biztosított. Gyakran rendezett pazar partikat, összejöveteleket. Ez a kényelmes élet pedig ahhoz vezetett, hogy rendkívül meghízott. Mária Erzsébet kényelmes élete akkor ért véget, amikor is Bajorország királya elfoglalta Innsbruckot. Ezután Erzsébet a Klagenfurti kolostorba költözött testvéréhez, Mária Annához. Végül ott is halt meg, 65 évesen. Károly József Emánuel második fiúgyermekként látta meg a napvilágot a bécsi királyi udvarban. Mély rivalizálás és mély gyűlölet lobogott benne idősebb testvére József iránt. Gúnyolta Józsefet a büszkesége miatt, és magát sokkal méltóbbnak találta a koronára. Legfőképpen azért, mivel Károly József akkor született, amikor az anyja hivatalosan is császárné volt. Gyakran mondogatta, hogy amikor eljön az idő, meg fog küzdeni testvérével a birodalomért.
A testvérek közötti rivalizálás akkor ért véget, amikor Károly József Himlőben halt meg 2 héttel a 16. születésnapja előtt. Halálos ágyán a következőket mondta. Ne sírj, drága jó édesanyám, mert ha életben maradnék, sokkal több könnyet okoznék neked. Mária Amáliát csak úgy, mint a többi lánytestvérét arra nevelték és oktatták, hogy engedelmes, kívánatos királyi feleség legyen. Na meg persze, hogy jó képviselője is legyen a családnak. Ez azonban nem igazán jött össze. Egyes történészek úgy tartják, hogy ő volt a család fekete báránya, és neki volt a legrosszabb viszonya az édesanyjával. Ezzel párhuzamosan Mária Terézia se vélekedett túlságosan szépen lányáról. Beképzeltnek, makacsnak, neveletlennek, kezelhetetlennek tartotta őt. A kettőjük közti mérhetetlen feszültség egy beteljesületlen szerelmi történetből bontakozott ki. Amália 22 évesen beleszeretett Zweibrückeni Károly főhercegbe. A herceg meg is kérte Mária Amália kezét, de családjának a rangját Mária Terézia teljesen súlytalannak találta. Éppen ezért el is utasította a kérőt. A sértés miatt Károly herceg örök ellensége lett a Habsburg birodalomnak. Sőt, a bajor örökösödési háborúban Ausztria ellenfeleit támogatta. Amália pedig sosem bocsátott meg anyjának ezért a kegyetlenségért. Végül a parmai első Ferdinánd herceget szánták neki. Ezt a döntést még maga II. József is támogatta. Több szempontból is. Egyrészt, mivel első Ferdinánd volt az öccse, II. József feleségének, Parmai Izabellának. A házasságnak azonban a fő oka inkább az volt, hogy ezáltal megerősítsék az osztrák hatalmat Parmában. Abban az időkben Parma igazából csak egy bábállam volt, amit Franciaország királya 15. Lajos kormányzott, egy miniszteren keresztül. Amália és Ferdinánd házasságát követően a francia minisztert azonnal eltávolították hivatalából. Szó szerint hazazavarták őt. Ezután Mária Terézia rengeteg levelet küldött az ifjú párnak, hogy hogyan is kéne uralkodni. Amália egyszer csak megelégelte ezeket a leveleket. A küldönc tudtára adta, hogy soha többé nem fogad egyetlen egy levelet sem az édesanyjától. Mária Amália foggal, körömmel védte Parmát Franciaországtól, Spanyolországtól, de még Ausztriától is. Rengeteg reformot vezetett be, lényegében teljesen felvirágoztatta a birodalmat. Nagyon szerették őt az emberek, híres volt a szegények iránti nagy lelkűségéről. Amália sohasem titkolta boldogtalan érdekházasságát. Egyenesen undorodott, a 6 évvel fiatalabb férjétől. Legfőképpen azért, mivel Ferdinánd koszos, mocskos, büdös, ápolatlan volt. Az udvar igen komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy javítson Ferdinánd herceg tisztálkodási szokásain. Több hónap kellett ahhoz, hogy végre legyen egy kis etyepetye. Ennek ellenére a kapcsolatuk mégis odáig jutott, hogy összesen 7 közös gyermekük született. A francia forradalom idején, 1798-ban Napóleon csapatai bevonultak Parmába. Ferdinánd herceg megkísérelt semleges állásponton maradni, hogy ezáltal megvédje alattvalóit a megszállóktól. 1801-ben Napóleon egy szerződés kötött Spanyolországban. Ennek értelmében, ha esetleg Ferdinánd herceg meghalna, akkor a parmai hercegség bizony francia terület fennhatósága alá kerülne. Amália és Ferdinánd a szerződés értelmében megtarthatták címüket és hivatásukat. Viszont nagyon jól tudták, hogy nem bízhatnak a franciákban. Amália pedig gyűlölte is őket, mivel kivégezték testvérét, Antóniát. Ezek után, hát mit ad Isten, 1802-ben a parmai első Ferdinánd herceg meghalt. Természetes halálként hivatkoznak a történtekre, de azért nagyon sok írás megemlíti a mérgezés lehetőségét is. Amália férje elvesztése után 2 legkisebb gyermekével együtt Prágába menekült. Ott azonban csak 2 évet élt, mivel 58 éves korában elhunyt.
Péter Lipót, vagy más néven második Lipót, harmadik fiúgyermekként látta meg a napvilágot a Schönbrunni kastélyban. Éppen ezért a szülők nem nagyon számoltak vele, hogy nagy dolgokra lenne hivatott. Már születésétől kezdve papi pályára szánták. Ugyanakkor, amikor a második fiúgyermekük Károly József Emánuel Himlőben elhunyt, akkor a dolgok egy kicsit megváltoztak. Lipót 17 évesen megörökölte apja toszkánai nagyhercegségét. Lotaringiai Ferenc azért adományozta neki, mivel a császár sokkal jobban el volt foglalva a német-római birodalom politikájával, és semmi figyelmet sem szentelt Toszkánára. Na, meg persze azért is, mivel az évszázadokon át uralkodó Medici ház kihalt. Lotaringiai Ferenc halála után a fiatal Lipót ténylegesen azonban még nem uralkodhatott. Éppen ezért édesanyja által kinevezett hivatalnokok kormányoztak, akik természetesen Mária Terézia akaratát érvényesítették. A fiatal Lipót Toszkánába érkezése után feleségül vette harmadik Károly spanyol király lányát, Mária Ludovikát. 22 évesen Lipót visszatért Bécsbe, és határozottan megkérte édesanyját, hogy azonnali hatállyal távolítsa el a hivatalnokokat Toszkánából. Mária Terézia eleget tett a kérésnek. Ezután Lipót gyakorlatilag felvirágoztatta a térséget. Elsőként eltörölte azokat az intézkedéseket, amiket még annó a Medici ház vezetett be. Csökkentette az adókat, eltörölte a halálbüntetést, és az orvostudomány fejlődésére nagyon nagy hangsúlyt fektetett. Akkoriban rengeteg új kórház épült. Sőt, külön intézményt alakítottak ki a mentálisan beteg emberek számára. Igaz, hogy Toszkána virágzott az uralkodása alatt, de azért mégsem volt annyira népszerű az emberek körében. Rideg, goromba, házasságtörő ember volt. Egy olyan uralkodó, aki inkább az örömlányok társaságában érezte jól magát. Ennek ellenére Mária Ludovika mindig vidám, kedves és jóindulatú asszony volt. Olyan nevelésben részesült, hogy mindig, minden körülmények között tűrni kell, és hogy minden nehézséget el kell viselnie egy házasságban. Mindezek ellenére összesen 16 közös gyermekük született. 1789-ben második József uralkodó Bécsbe hívatta testvérét Lipótot, hogy tárgyaljanak. József felkérte, hogy legyen társuralkodó a német-római birodalomban. Lipót ezt határozottan visszautasította, mivel távol akarta magát tartani József politikájától. Na meg persze, azért érezte azt is, hogy József számára hamarosan eljön a vég. Így is lett, ugyanis pár hónappal később második József 1790-ben meghalt. Ezután a hatalom közvetlenül Lipótra szállt. Az új császár úgy kezdte meg uralkodását, hogy visszavonta testvére majdnem összes rendeletét. Annak ellenére, hogy a rengeteg problémát megoldott Lipót a birodalmon belül, rengeteg külső fenyegetéssel is nézett szembe. Nyugaton már javában tartott a francia forradalom, keleten pedig II. Nagy Katalin orosz cárnő jelentette a veszélyt. 1792-ben egy csapatot küldött Franciaországba, hogy megpróbálják kimenekíteni testvérét, Mária Antóniát és férjét, 16. Lajost. Ez a terv azonban nem valósult meg. Lipót ezután tárgyalásokat kezdeményezett az oroszokkal és a britekkel is. Egy nagy szövetséget próbált létrehozni a franciák ellen. A tárgyalások azonban nagyon hamar befejeződtek, mivel Lipót 44 évesen elhunyt. A pletykák szerint megmérgezték, mivel rengeteg ellenséggel rendelkezett. Birodalmon belül és kívül is. Mária Karolina 1748. szeptember 17-én született, és még aznap el is hunyt. Mária Terézia rendkívül elfoglalt volt a 10. terhessége alatt. Emlékirataiban csak úgy számolt be erről a terhességi időszakról, hogy maga volt a pokol. Az uralkodónő még a szülés napján se tudott pihenni. Azon a napon egy török nagykövetet fogadott, egy misén vett részt, több órás találkozót tartott minisztereivel, és még este egy operába is ellátogatott. Hazaérve az operából, be is indult a szülés.
A baba haránt fekvéses volt, ezért császármetszést kellett alkalmazni. A csecsemő rendkívül gyenge állapotban jött a világra, életjelet is alig adott. A szülés után pár órával pedig meg is halt. Mária Teréziának ez a szülés egyébként egy folyamatosan visszatérő rémálma volt. Egy kínzó gondolat gyötörte állandóan, mégpedig az, hogy a baba nem lett időben megkeresztelve. Férje, Lotaringiai Ferenc azonban biztosította Mária Teréziát, hogy a keresztelés megtörtént, sikerült megmenteni a lelkét. Mária Johanna Gabriella egy nagyon kedves természetű és kiemelkedően népszerű kislány volt a családban. Különösen közel áll testvéréhez, Mária Josefa Gabriellához, aki egy évvel később született. Johanna már 3 éves korától kezdve szorgalmasan tanult írni, olvasni. Már fiatalon jó érzéke volt az idegen nyelvekhez, legfőképpen a latinhoz. Ezek mellett még történelmet, földmérést, katonai építészetet és matematikát is tanult. Nagyszerűen rajzolt, festett, valamint zenei tehetsége is kimagasló volt. Mária Johanna Gabriellát már 12 évesen eljegyezte 4. Ferdinánd nápolyi király. Az esküvőre azonban soha nem került sor, mivel Johannát elvitte a himlő. Mária Josefa Gabriella 1 évvel idősebb nővérével, Mária Johanna Gabriellával együtt nevelkedett. Szinte mindent együtt csináltak, egy gyerekszobában laktak, sőt még a dajkájuk is ugyanaz a személy volt. Johanna halála után Mária Josefa Gabriellát szintén 4. Ferdinándnak szánták. Mária Terézia pedig csak úgy vélekedett erről a házasságról, hogy feláldozza lányát a külpolitika oltárán. 1765-ben, mindössze 15 évesen, Mária Josefa Gabriella elveszítette édesapját is, Lotaringiai Ferencet. A tragédia súlyosan érintette a kislányt, ugyanis nagyon szoros kapcsolatot ápolt az édesapjával. 2 évvel később sajnos ő is elkapta a himlőt. A betegség felülkerekedett rajta, és 16 éves korában elhunyt. Mária Karolina Luisa egy nagyon csendes, visszahúzódó, törékeny lelkű kislány volt. Amikor bejelentették, hogy férjhez megy a Szicíliai Ferdinándhoz, akkor napokon keresztül csak sírt és sírt. Könyörgött édesanyjának, hogy vonja vissza döntését. Mária Teréziát ez azonban nem hatotta meg. Amikor Karolina 15 évesen meglátta leendő férjét Ferdinándot, rettentő csúnyának találta őt. Napokon keresztül csak sírt és az öngyilkosságot fontolgatta. A nász éjszakáról a következőképpen számol be. Férjem csak fekszik mellettem, alszik, mint a bunda, és izzad, mint egy büdös disznó. Ugyanakkor Ferdinánd sem volt túlságosan elragadtatva Karolinától. Ő pedig csak annyit mondott, hogy megteszi a kötelességét. Igazából mind a ketten megtették a kötelességüket. Összesen 18 közös gyermekük született. Bár ebből csak 7-en érték meg a felnőtt kort. Ferdinándról tudni illik, hogy a rendkívül gyenge oktatásban részesült. Na meg persze, nem volt túlságosan okos sem. Nem mutatott érdeklődést, még a politika iránt sem. Mária Karolina ekkor látta meg a lehetőséget. Legelőször Ferdinánd bizalmába férkőzött azzal, hogy eljátszotta a vadászat iránti szeretetét. Ezután a házaspár már közösen járt el vadászni. Amikor Karolina megszülte az első fiú trónörököst, akkor Ferdinánd kinevezte feleségét tanácstagnak. Karolina ezután meggyőzte férjét, hogy szálljon szembe az apja által kinevezett miniszterekkel is. Sikeresen leváltották őket, és olyan emberekkel vették körül magukat, akik hozzájuk voltak hűségesek. Ezek a sakjátszmák pedig végül odáig vezettek, hogy Mária Karolina Luisa lett Nápoly és Szicília tényleges uralkodója. Az uralkodása idején a birodalmat jelentősen megreformálta és felvirágoztatta. Karolina munkásságát egy brit tanácsadó segítette az évek folyamán, egy bizonyos John Acton. Felröppentek a pletykák, hogy köztük sokkal több volt, mint egyszerű szakmai kapcsolat. Bár ezt a feltételezést
sose tudták bebizonyítani. Ferdinánd pedig folyamatosan fenyegette feleségét és Johnt, hogy ha bizonyítékot talál szerelmükre, akkor dühében azonnal megöli őket. A francia forradalom és Mária Antónia letartóztatásának a híre természetesen eljutott Karolinához is. Rettegni kezdett, hogy Nápolyban is hasonló zavargások lesznek. Éppen ezért a királyságot úgymond rendőrállomány nyilvánította. A francia nagykövetet elüldözte, sőt, még hadat is akart üzenni Franciaországnak, amikor megtudta, hogy lefejezték testvérét. Karolina teljesen magába roskadt. Mindenhol betiltotta a francia nyelv gyakorlását, és a köztereken francia nyelvű könyveket égettek. Nem sokkal később egy jakobinus összeesküvés ütötte fel a fejét, hogy megbuktassa Nápoly kormányát. Ezt követően a királyi család állandó mozgásban maradt. Naponta új helyekre vándoroltak, és minden este különböző királyi birtokokon aludtak. Időközben a francia csapatok elfoglalták Nápolyt. A hatalomtól megfosztott királyi családnak pedig menekülnie kellett Szicíliába. Nem sokkal később a britek legyőzték tengeren a franciákat, Nelson tengeradmirálisnak köszönhetően. Ezután a királyi család visszatérhetett Nápolyba. Az elkövetkezendő pár év egy viszonylag nyugodtabb időszak volt. Mária Karolina Bécsbe utazott, hogy részt vegyen különböző birodalmi tárgyalásokon, és legfőképpen azért, hogy lányainak házasságokat intézzen. Bécsből majd visszatért Nápolyba, de egészségi állapota romlásnak indult. Eközben Napóleon hatalma tovább növekedett. Sőt, császárrá, majd egész Itália királyává koronáztatta magát. Végül a franciák újra elfoglalták Nápolyt. Így a királyi család újra menekülésre kényszerült. A száműzött királyné egy nagyon hosszú, több mint 4 hónapon át tartó kerülőúton jutott csak el Bécsbe. Ott megkezdte a tárgyalásokat unokaöccsével, első Ferenc császárral. Próbáltak megoldást találni arra a kérdésre, hogyan szerezhetnék vissza a nápolyi trónt. De mielőtt döntés született volna az ügyben, Mária Karolinát holtan találták. Az egyik szolgalány a padlón fekve találta meg, földre hullott papírok között. Agyvérzés következtében halt meg, 62 évesen. Nelson tengeradmirális szerint ő volt Mária Terézia egyetlen igazi lánya. Ő volt az, aki anyjától örökölt politikai tehetséget, amit sikeresen kamatoztatott is élete folyamán. Napóleon pedig a következőket mondta róla. Ő volt Európa legveszélyesebb asszonya. Ferdinánd Károly Antal a királyi pár 4. fiúgyermeke. Már nagyon fiatalon, 8 évesen eljegyezte a 12 éves estei Mária Beatrixot. Az esküvőre viszont majdnem 10 évet kellett várni. Összesen 10 közös gyermekük született, de csak 7-en érték meg a felnőtt kort. Az esküvőt követően Milánó és Lombardia főkormányzója lett. Azonban testvére, II. József császár szigorú irányelvei nagyon beszűkítették a politikai mozgásterét. Ezáltal sokkal kevesebb lehetősége nyílt arra, hogy saját elképzeléseit megvalósítsa a tartományokban. 1796-ban Napóleon megtámadta Milánót, és a családot menekülésre kényszerítette. Több éves menekülés és különböző politikai nyomások hatására végül a család Ausztriában telepedett le, Bécs új helyen. 1803-ban megszerezte a nádasdi sárvári birtokokat. Kastélye alakította a nádasdi várat, és egy nagy parkot is létesített. Ezt a parkot ma már csak úgy ismerjük, hogy a sárvári arborétum. Ferdinánd főherceg 52 éves korában hunyt el. Mária Antónia a királyi család 15. gyermeke volt, és a legfiatalabb lánytestvér is egyben. Minden bizonnyal ő a leghíresebb gyermek mindközül, hisz mindenki hallott már róla. Rettentő nehéz kapcsolata volt az édesanyjával, és Mária Terézia is csak úgy hivatkozik rá, hogy a kisasszony Antónia. A tanulmányokban nagyon nem jeleskedett. Írni-olvasni is csak nagy nehezen, és későn tanult meg. Ugyanakkor nagyon jó hangja volt. Gyönyörűen énekelt, és a tánc is elég jól ment neki. A 7 éves háború után Mária Terézia első számú lányának tekintette őt.
15 éves korában könnyek között búcsúzott el anyjától és testvéreitől, hogy feleségül menjen a francia 16. Lajoshoz. Mária Antónia néven lépte át a francia határt, de hamarosan felvette a Marie Antoinette nevet. Amikor 16. Lajos trónra került, akkor Antónia élete is gyökeresen megváltozott. A királyné hatalmas összegeket fordított pompás ruhákra, parókákra, ékszerekre és szerencsejátékokra. Úgy, hogy közben népe szenvedett, és az ország is pénzügyi válsággal küzdött. Ám a naív és fiatal királyné nem volt tisztában azzal, hogy mi is zajlik a palota falain kívül. Anyja, Mária Terézia gyakran felszólította őt levélben, hogy fejezze be a nagymértékű költekezést. Antónia ezeket a figyelmeztetéseket teljesen figyelmen kívül hagyta. Olyannyira elege volt édesanyjából, hogy egyszer még dagadt tehének is nevezte őt. Mária Antónia már több éves házasságban élt 16. Lajossal, de ez idő alatt trónörökös nem született. Az igazsághoz viszont hozzátartozik az is, hogy azért 16. Lajos se volt a hűség mintaképe. Egyes történészek úgy tartják, hogy a nagyfokú mellőzöttség miatt kezdett bele a királyné a nagyfokú költekezésekbe, aminek később aztán meg is lett a böjtje. Végül Antónia 4 gyermeket hozott a világra, 2 fiút és 2 lányt. Közülük viszont csak egy érte meg a felnőtt kort, Mária Terézia Sarolta. Ez alatt az időszak alatt Franciaország pénzügyi nehézségei egyre nagyobb kihívást jelentettek. Ez a pénzügyi válság igazából több sebből vérzett. Sok és drága háborúk, plusz még egy rongyrázó királyi család. De a legnagyobb problémát a nemesek és a papok jelentették. Legfőképpen azért, mert semmilyen körülmények között nem voltak hajlandóak lemondani a pénzügyi kiváltságokról. A királyné a politikával nem törődött, csak az arisztokrata barátait támogatta. Ezzel pedig még jobban maga ellen uszította a közvéleményt. Antónia idővel a pénzügyi igazságtalanság szimbóluma lett, és csak Madame Deficitként hivatkoztak rá. Az ország folyamatosan szegényedett, a nép pedig éhezett. Az amerikai függetlenségi háború pedig teljesen kimerítette az államkasszát. Mária Antónia a francia nép körében teljesen népszerűtlenné vált. Politikai ellenfelei először házasságtöréssel vádolták meg. Majd a népet folyamatosan hergelték, hogy válság közepette a királynő mégis milyen fényűző életmódot folytat. Ezeknek az eseményeknek a sorozata vezetett végül a Bastille ostromához. Az ostrommal pedig hivatalosan is kitört a francia forradalom 1789. július 14-én. 3 évvel később a lázadók kijelentették, hogy 16. Lajosnak és Mária Antóniának nincs joga tovább uralkodni. Ekkor Antónia testvére Lipót megpróbálta őket kimenekíteni az országból. De szökés közben elkapták a királyi párt és letartóztatták őket. 1793-ban mindketten nyaktiló alá kerültek és életüket vesztették a mai Concord téren. Mária Antónia 37 éves volt. A kivégzés követően holttestét egy meszes gödörbe dobták. Később azonban királynőhöz méltó temetést kapott, és egy díszes síremléket is emeltek fölé. Lotaringiai Miksa Ferenc, Mária Terézia 16. és egyben utolsó gyermeke. 24 évesen nagybátyja, Lotaringiai Károly Sándor kinevezte őt utódjának, vagyis a német lovagrend nagymesterének. A lovagrend tagjaként beutazta szinte egész Európát. Az utazás során megismerkedett a rend szervezetével és tagjaival. Mária Terézia kezdetben Miksa Ferenc gyermekét szánta Magyarország helytartójának. Így a fiatal fiú már nagyon korán részt vett hadtudományi és egyéb katonai képzésben. Emellett Magyarországon is egy nagyon komoly katonai kiképzésben részesült. Harcolt a bajor örökösödési háborúban, ami ugyanakkor gyökeresen megváltoztatta az életét. Egészsége olyan súlyosan leromlott, hogy kénytelen volt végleg lezárni katonai pályafutását. Miksa főherceg volt egyébként az a személy, aki felfedezte Beethovent és pályafutását is támogatta kezdetben. A főhercegnek köszönhető, hogy Beethoven Bécsben tanulhatott,
méghozzá Franz Joseph Haydn, a korszak egyik legjelentősebb zeneszerzőjénél. Miksa Ferenc 28 évesen Köln érseke és választófejedelme lett. Egészen haláláig. Élete utolsó éveiben rengeteget betegeskedett. Súlyos elhízásban és kedélybetegségekben szenvedett. Végül 45 éves korában halt meg. Úgy gondolom, hogy most eléggé kitárgyaltuk Mária Terézia gyermekeit, de mivel többen kértétek, hogy legyen videó csak Mária Antóniáról, így majd időben csinálok róla is egy hosszabb videót. Az ő életéről azért lehetne még jócskán mit mesélni. Zárásképpen még annyit, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok be a kis csengőt is. Sziasztok!